Képzeljétek, öreg fejjel ismét iskolapadba ültem, beiratkoztam egy két éves kishajó építő és karbantartó és képzésre. Ahhoz, hogy szakmát is kapjak a végén, el kell készíteni egy gyakorlati vizsgamunkát, egy úgynevezett vizsgaremeket. Nem, nem, egész hajót nem lehet építeni, a feladatkiírás korlátozza a méreteket, de valami hajózáshoz kapcsolódó eszközt, alkatrészt kell készítenünk. Arra gondoltam, hogy valami kisebb hajó bútort fogok készíteni, mégpedig pedig valami ilyesmi dekre kitehető összecsukható lábú kis asztalkát. A feladat kiírás szerint az elkészült műnek többfajta hajóépítésben használt anyagból kell készülnie, ezért arra gondoltam, hogy az asztallap egy karbonkompozit lemezből, a lábak pedig tömör mahagóniból fognak készülni. A videó első részében a karbonkompozit lemez elkészítését, a másodikban pedig a lábak Kifaragását fogom megmutatni, a második rész linkjét megtaláljátok lent a leírásban. Kompozitnak a kettő vagy több összetevőből álló anyagokat hívjuk, a létrejövő anyag előnyös tulajdonságai felülmúlják az egyes összetevők előnyös tulajdonságait. Sok helyen használunk kompozitokat, a leggyakrabban használt építőanyagunk a vasbeton is ilyen, illetve az egyik legrégebbi építőanyag a vályog, vályogtégla tégla is. A kishajóépítésben a kompozit műanyagok használata vált nagyon elterjedti az elmúlt 50 évben. Ezeknél az anyagoknál egy műgyanta mátrixba ágyazunk erősítő szálanyagokat. A műgyanta tipikusan poliészter, vinilészter vagy epoxigyanta, az erősítő anyag pedig általában üvegszál, kevlár vagy pedig Szén ha pedig két vékony szálerősítéses műanyag lap közé egy önmagában akár gyenge, de könnyű maganyagot ragasztunk, akkor az így létrejövő úgynevezett szendvicspanel minimális súlynövekedés árán lényegesen nagyobb hajlítási erőnek fog ellenállni, mint a két lap önmagában. Én egy szénszálas, vagyis karbon szendvics kompozit lemezre gondoltam. Őszintén szólva itt a karbon előnyös mechanikai tulajdonságait nem fogjuk tudni kihasználni, inkább csak dekoratív célt szolgál, ezért a legkülső karbon rétegek alá további erősítésnek már csak üvegszövet került. A szálerősítő rétegek közé pedig egy PVC habot fogok tenni, amely által egy rendkívül könnyű, de mégis nagyon erős lemez jön majd létre. A tervezett rétegrend karbon, üveg, PVC hab, üveg és karbon. Méretre vágtam az alapanyagokat, és összeállítottam szárazon a rétegeket, a rétegterzsnek megfelelően. A lemezt vákuminfúziós technológiával fogom elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy a bekevert műgyantát egy tároló edényből vákum, egy vákumszivattyú szívja be a rétegek közé. Csak annyi gyanta kerül a rétegek közé, amennyire tényleg szükség van. A másik előnye az eljárásnak. Hogy a légnyomás hatalmas erővel préseli bele a szerszámba a műanyagot. Esetemben a szerszám, a forma egy síküveglap, ez fogja majd kialakítani az asztallap felső sima felszínét. Alapos tisztítás után gondosan bekenem formaleválasztó pasztával, vaksal, amelyet egy kicsit fölporírozok, hogy szépen leváljon róla a megkötött műgyanta. Az üveglap szélére körbe egy nagyon erősen ragadó butil szalagot ragasztok. Ehhez fogom majd hozzáragasztani a vákumfóliát, amely az egész rendszer légtömörségét, légzárását biztosítja. Rétegenként az üveglapra fektetem a szendvics anyagait, ezeknek a tetejére egy Letépő szövet kerül, amelyhez a műgyanta nem ragad hozzá. Fölé egy gyanta hálót teszek, ez biztosítja, hogy a gyanta végig tudjon terjedni az alkatrész teljes felületén. A munkadarab két végén elhelyezem a gyanta belépését és kilépését lehetővé tevő spirálcsöveket. Összekötöm a gyanta csövekkel, és a belépési és a kilépési oldalon is egy légmentesen záródó csapot helyezek a, a csövekbe, hogy mindkét oldalon le tudjuk zárni a gyanta áramlást. Egész hóbele bancot egy vastag erős fóliával, egy vákumfóliával takarom le, amelyet körbe szépen hozzáragasztok a butil szalaggal az üveglaphoz, hogy a vákumnak esélyese legyen kiszökni. A csövek ki- és belépéséhez léteznek mindenféle speciális szerkezeti elemek, de tulajdonképpen a butil szalaggal is mindent meg lehet oldani, hiszen a vákum nekünk dolgozik, környezeti légnyomás úgyis majd a butil szalagra fogja préselni a fóliát. Vigyázni kell a fólia leragasztásánál, hogy az anyagban kellő tartalék mennyiség legyen, hogy feszülés nélkül tudja az alatta levő alkatrész formáját fölvenni. Hogy ezt meg tudjuk valósítani, kis fülecskéket képezek a vákumfóliából. A vákumot ezzel a kis vákumszivattyúval fogjuk előállítani, Viszonylag kicsi légszállítás mellett elég komoly vákumot tud ez a kis szerkezet generálni nekünk, körülbelül 600-640 higanymilliméter nyomáskülönbséget, vagyis olyan 80%-os vákumot tud előállítani. Még a gyanta bevezetése előtt így szárazon tartunk egy nyomáspróbát jó ötletnek bizonyult a fólia, ugyanis szállítás közben egy picit megsérült és eresztett, illetve lépett be a levegő, ezt sikerült a butil szalaggal beragasztani. A megismételt nyomás próba most már jól sikerült, a kis műszer szerint a rendszer nagyon jól tartja a vákumot. Eközben bekevertem a műgyantát, ahhoz, hogy a karbon szövet teljes mechanikai tulajdonságát ki tudjuk használni. A legerősebb, vagyis epoxi gyantát kellene használnunk, mint ahogy mondtam, itt komoly mechanikai igénybevétel nem lesz, ezért epoxi helyett a jóval olcsóbb poliészter gyantát fogunk fölhasználni az asztallaphoz. Ez egy viszonylag kisebb viszkozitású poliészter öntőgyanta, de hogy tényleg mindenhova hibamentesen be tudjon folyni a a gyanta, ezért még egy kis styrol monomerrel tovább csökkentjük az anyag viszkozitását. Katalizátorból viszonylag kevés mennyiséget 1,2-1,3%-nyit adtam hozzá, hogy a kötés viszonylag lassan következzen be. És most kezdődnek az izgalmak, rákapcsolom a gyantát a vákumrendszerre, kinyitom a csapot, és várom, hogy szépen a vákum az üveg és karbonszövet szálai közé beszívja végig a műgyantát. A körülbelül fél négyzetméteres lap infundálása úgy nagyságrendileg egy fél órát fog igénybe venni. Ilyenkor az ember izgatottan lesi, hogy mindenhova egyenletesen eljut-e a gyanta, nem alakulnak-e ki átszívások vagy szárazon maradó foltok, de úgy tűnik szerencsénk van, az egész lemez szépen egyenletesen átitatja a műgyantánk. Ahogy a gyanta végigér a lemezen, és a levegő buborékok eltűnnek a rendszerből, elzárom a bevezető csapot. A vákumot még rajta hagyom a rendszeren, ameddig a polimerizáció el nem jut egy olyan szintre, hogy öntartó legyen, addig a vákumpréselés maradjon csak rajta, hogy meg tudja tartani a formáját. Azaz csak rajta hagynám, de úgy tűnik, a kis szivattyú túlmelegedett és leállt. Szerencsére némi agresszív hűtés után újra erőre kapott, nem ment teljesen tönkre. A teljes kikötés után, vagyis egy olyan jó másfél nap múlva távolítottam el a fóliát, illetve a fölösleges részeket, úgy mint a gyantavezető hálót, illetve a tépőszövetet. A tépőszövet eltávolítása az komoly birkózássá fajult, meg erősen tapadt a felülethez, nem úgy, mint a lap az üveghez, ahol a leválasztó paszta nagyon jól működött. Némi kínlódás után azonban szépen lejött a tépőszövet is, nagyon finoman struktúrált, szép, egyenletes felületet hagy maga után. A lap színe, a felső oldala egész jól sikerült, szinte, de nem teljesen hibamentes a felület, egy-egy apró gyanta hiba látható, eléggé átüt rajta sajnos a PVC hab struktúrája. Reméljük a felületkezelés majd megoldja. Az alsó részen is jól látszik ez a PVC habnak ez az írdal struktúrája, de ott nem fog minket zavarni. A lapot ezek után pontos méretre vágtam, minél finomabb fogú szerszám szükséges az ilyen karbonlemezek vágásához. Laminált bútorlapvágó korongot tettem föl, az már elég szépen kitöredezés nélkül viszi az ilyen kompozitlapokat. A keresztmetszeten látható, hogy a lap nagy része az PVC hab, a merevséget a két külső vékony héj biztosítja, de így is egy rendkívül erős és nagyon könnyű lapot kaptam, nincs másfél kiló, hasonló vastagságú 12-es rétegelt lemezből egy ugyanekkora méretű lap jó 4 kg tömegű lenne. Az asztallap sarkait maróasztalon egy vezető sablon mellett lekerekítettem 30-as rádiuszra, majd ezek után nekiálltam a szabadon álló oldalsó élek bevonására. Ehhez nehéz karbonszövet csíkokat vágtam, és ezt műgyantával fogom a lap élére körbe fölragasztani. Az akció nem volt annyira egyszerű, mint gondoltam. Szálacskák húzódtak ki, és minden mindenhez ragadt, de azért végül is egész tisztességesen sikerült három réteg karbon szövetet, karbon szövet csíkot az asztallap élére föl laminálni kézi laminálással. Volt ugyan otthon erre a célra tökéletesen alkalmasnak tűnő karbon szövet szalagom, azonban annak a mintázata struktúrája nem tetszett annyira, elütött volna alapstruktúrájától, struktúrájától, ezért inkább én magam vágtam le ezeket a Csíkokat. Nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet volt. Friss laminálásra is letépő szövetet hengereltem jó szorosan. Egyrészt azért, hogy a fölösleges gyanta mennyiséget ki tudjam szorítani belőle, másrészt pedig, hogy itt is egy finom, struktúrájú, egyenletes felületet kapjak, ne a karbonszövet, durva szövése üssön át a műgyanta rétegen. Úgy megint egy jó másfél nap, száradás, pontosabban kötés után eltávolítottam, mit eltávolítottam, letéptem a letépő letépőszövetet, egész jó lett a karbonborítás alapoldalán, de hát látszik, hogy van még vele munka, a fölösleget el kell távolítani egy kis oszcillációs fűrészsel vágtam le a fölösleges karbonszövet nagyját, majd finomra igazítás következett, egy egyszerű kézigyalut használtam, aztán síkba csiszoltam, nem csak az éleket, hanem a teljes felületet felcsiszoltam, ugyanis kap még egy lakvédő réteget, két komponensű poliuretán lakkot fogok szórni a felületre. Egyrészt az a célja, hogy a hibákat ki tudjam javítani, másrészt pedig egy UV-nek és mechanikai hatásoknak jobban ellenálló réteget fog képezni, mint a műgyanta. A széleket, aholva a későbbiekben még a faelemeket fogom ragasztani, kimaszkoltam, hogy ide ne kerüljön a lak, jobban tudjon ragadni hozzá a ragasztó. Készítettem egy önhordó festőállványt, aztán egy festékszóró pisztolyjal több rétegben lelakkoztam az asztallapot. Egy viszonylag vékony, kevésbé húsos, asztalosipari kétkomponensű poliuretánlakot használtam, oldószeres poliuretánlakot. Ez egy nagyon kemény ellenálló felületet ad reményeim szerint. Ups, itt azt hiszem kifogyott a lak több réteg lakra is szükség volt, a harmadik réteg után már egész pofásan kezdett kinézni, de sajna, amikor nagy örömmel nézegettem, hogy milyen jó, akkor a szemüvegem belepottyant a még ki nem kötött lakba, úgyhogy egy újabb rétegre lesz szükségünk. Hát ez a méreg, ugye, ahogy mondani szokták, nem a cián. Itt látható a szemüveg nyoma, mert a lakba ütött, lakkozni csak tökéletesen előkészített felületet érdemes. Az újabb felcsiszolás után már elég jól alakul, de még mindig nem hibátlan a felületünk. Hát remélem, hogy ezt már a fedő lak korrigálni fogja. Az utolsó fújás szerencsére elég jól sikerült, szép lett a felület, nincs már hátra más, mint a fejelő lécek, vagy inkább keretek fölragasztása, de oppá, sajnos a fájlok másolgatása vagy nagyképűen migráció közben az utolsó klippeket sikeresen letöröltem. Itt csak a kész asztallapot tudom megmutatni, a szélére fölragasztottam epoxival a keretléceket, és így most már nem volt más hátra, mint a fa szerkezetek. Azt viszont egy következő videóban mutatom meg, melynek a linkjét a leírásba kiteszem alulra. Azt pedig nagyon köszönöm, hogy végignéztétek az asztallap elkészítését.